Halló? Halló? Nekem amúgy egyébként aztán megvan az első babacipőm. Az nem olyan menő, amúgy, de megvan. Mármint, hogy te sajátod. Igen. A gyerkőcét nem raktátok-e? De biztos. Biztos megvan az is való. De biztos, de az én babacipőmről tudom, hogy megvan, a gyerkőcét viszont nem én raktam el. Aha. No, nem tudom, nem így, hogy megvan. Nekünk már csak az első cipőnek az egyik fele van, meg már a másikat Nuti kicsit elintézte. Figyelj, elég az egyik. Az a lényeg, hogy tudjátok, hogy nézett ki. Felvenni már úgyse fogja. Jó reggelt mindenkinek. Jó reggelt, sziasztok. Boldog reggelt, boldog keddet mindenkinek. Olyan köd van, hogy beszarok. De ami nem gáz, csak nem olyan kis időn meglepődtem. Tudod, hát képek? Én reggelt tudod, ezzel elhúzom a sötétítőfüggönyt, mondom, párás az üveg? Nem. Nem? Ez kint van, jó. Oké. Igen. Ez egy ilyen fura volt nekem is, így elsőre, tudod, így kijövök, és így látom az erkét. Ha. Hol van? Lehet a többi? Igen, a többi része hol lett a világnak. Aztán rájöttem, hogy ennyire nem zavar, ha nem látom többet, de legalább az erkélyem megvan. Ami ugye a második legfontosabb dolog az otthoni berendezéskörből, a WC után közvetlenül. Úgyhogy tipikus őszi időjárás van, ahogy mondjátok. Reggel 6 fok volt. 6? 6. Kicsit csöcs szúró volt, de mire már elindultam. Én a tegnapiból kiindulva már sálat is vettem fel, úgyhogy... Na, képzeld el, ilyen időjárás és vagy hogyan alkalmazkodjunk hozzá tapasztalat. Tegnap, hát szerintem egy jó 10 év után kipróbáltam, milyen a bakancs élet. Na, és azt milyen volt? Igen, neked, igen. Hogy mondom, szerváltam egy bakancsot még nem olyan régen, mondom, végre felnőttem hozzá, aha, hogy ne sportcipőben legyek egész télen, jó lesz. Több tapasztalat is van, amit meg tudok osztani. Elsőre azt gondoltam, hogy nagyon meleg lesz benne, de nincs. Nincs. Egyébként, de arra voltam kíváncsi, hogy milyen vezetni benne. Igen? A végül is hazaértél, meg most be is értél reggel, úgyhogy... Karakteres. A kocsi egyben maradt? Egybe, de más ember kocsija is egyben maradt? Igen. Jó. Hogy mondjam neked? Sokkal binárisabb, mint egyéb iránt. Igen. Megyünk, nem megyünk. De jó, nem arról van szó, csak hülyeskedek, srácok. Pár másodpercet meg lehet szokni, de így beleőztön ez a... Akkor indulunk? Igen, a finom hangolást újra kell kalibrálni vele. De lehet vele amúgy menni, csak nagyon szokatlan, mert ugye borzasztó vastag a talpa, meg amúgy alapvetően is nehéz egyébként egy bakancs így járni is vele. Hát talán azt gondolom, hogy még korai. Én azt hittem, hogy ezek a fajta bakancsok béleltek meg melegek, nem amúgy. Aha. Hát van olyan, ami igen. Nyilván ez inkább ilyen őszies téma. Még mindig úgy nézek ki egyébként én speciál bakancsban, mint egy tehén nadrágban. Ez nem igaz. Tehát, hogy ilyen, kicsit ilyen indokolatlan, hogy... Nem indokolatlan, csak első ránézésre furcsa, mert ugye sose láttunk még olyanba. Ez a kedves hozzáállás, Balázs. A tehénre is furán nézem, amikor gatya van rajta, nem? Na mindig. De őről az tudat alatt ezért tudjuk, hogy hát ez nem, ez nagyon nem. Ne rakd össze a kettőt. Kell tudni hordani az ilyesmit, Balázs. Elég alacsony vagyok a bakancshoz, maradjunk ennyiben. Legalábbis szerintem, meg a cuccaim se nagyon passzolnak hozzá. Még. Még. De majd amikor felveszed hozzá téli kabátot, akkor már fog passzolni. Vagy nem? Igen. Na mindegy, de kipróbáltam benne, milyen az élet, meg milyen közlekedni. Nem rossz, de a sportcipő még mindig jobb. Hát mondjuk ebben az időben még nyugodtan lehet sportcipőzni. Én télen is azt nyomom. Egyébként. És az a kemény egyébként benne, hogy nekem egy New Balance ilyen félmagas szárú téli cipőm van, ami bélelt, és fel ennyibe került. És az meleg. Szóval így, kicsit így szétteszem a kezem, de... Fia, amíg nem fázik benne a lábad, amíg nem ázik át, addig azt mondom, hogy tökéletesen jó. Úgyhogy nem ázik át egyébként. Igen. Az a fő erőnyem. Mert most a hétvégére a kutyasulira elővettem a téli bakancsomat, mert hogy nem tudom, mikor voltam korábban kutyasuliba, múlt héten vagy két hete, nem tudom, mentem a kis sportcipőbe, a vizes volt a fű. Az első 5 percben úgy átázódott a cipőm, hogy a lábujjam között éreztem, hogy folyik le a lábamról a víz, úgyhogy utána egy órát nem annyira volt kényelmes tapicskolni benne. Jó ég. Úgyhogy most azért elővettem a téli bakancsot, hogy ne ázzon át, nem kell. Igen. Na mindegy, nyilván a hóban értelmesebb, csak mondom, ez inkább egy ilyen őszélyes cucc, meg ilyen soha nem hordok ilyeneket. Tehát mondom, a bakancsot is világéletemben utáltam egyébként, tehát az is csak Neónak áll jól, meg Schwarzeneggernek. Jó, meg talán Stallone-nak is jól áll. Igen? Nekem nem áll jól. Én is télen nyáron sportcipő, jó az. Sose voltam úgy vele bajom. Lehet azért, mert nem vagyok kint olyan hosszú ideig, tudod?
Igen. Tehát ez a régi ilyen gimnázium és egyetem elején divatos kocsma és vagy koncert után hajnalig utcán kóvájgós életet már nem élem. Igen. Tehát ha elő is fordul ilyen fényévben egyszer, akkor ilyen varázslatos módon hazakerülök azonnal. Tehát teszek róla, hogy így történjen. Igen. Valószínűleg emiatt nem igénylem már annyira, akkor meg leszartam. Akkor még kivírtad? Ja, persze, hogy érdeket. Már más volt még a szervezet. Igen. Úgyhogy ez nem fog változni soha, de mondom, igyekszem előrébb mozdulni így bakancs téren, lehet, hogy a végén még öltönyt is fel fogok venni. Meg Expired Eternity-nek van igaza, hogy igazából ezek a frankó bakancsok, azok szerintem sokkal tartósabbak is, mint az alapvető sportcipők. Ugye, általánosságban nézve a sportcipőket, mert most azokat is lehet úgy hordani, hogy 2-3 szezont kibírja, de egy jó bakancs, az szerintem ilyen minimum 5. Ki, persze, még többet is. Az igazság, hogy a jó bakancs az nem ott kezdődik, amiket én veszek, de igen. Egyébként igen. Sportcipő téren nem csúszkálsz, de igen, de szerintem a bakancs is csúszik. Nem. Ez nem. Nem a fasz, nem. Én most... Hogy ne csúsztam, én, már nem aztán én most velem. A sportcipőbe, Pisti, a vizes betonon olyanokat csúszkáltam, mint az állat. Igen. Elővettem a bakancsot, hogy elmegyek kutyasuliba. Nem azt mondom, hogy próbálgattam, hogy mekkora terpezbe tudok menni, hogy mikor kezd már elcsúszni a lábam. A normális nem csúszik, mert látod, ezért mondom, hogy az emberek, tehát a bakancs nem ott kezdődik, amiket én veszek. Amerika egy normális. Az emberek áldoznak rá pénzt. Ja, hogy mert, hogy most már van pénz taxira? Nem. Tehát volt egy rövid időszaka az életemnek, néhány évvel ezelőtt, amikor volt pénz taxira, vagyis lett. Igen. Most már megint nincs. Egyébként pont a múltkor összeszámoltam, hogy a BMX roller kombinációmmal mennyit spóroltam taxin. Vagy hogyha azokat nem vetted volna, mert mennyi pénzed lett volna, amúgy te eltaxizhatsz. Na mindegy, igen? Az a durva egyébként, hogy a roller árát már régen visszakerestem. Aha. Amennyiért vettem. Én azt hiszem a haveromtól egy ilyen, nem tudom már, hogy pontosan hogy vettem át, de az a lényeg, hogy egy ilyen esti szórakozásra, amire így elmész, arra már akkor is a taxi oda-vissza, itt Debrecenen belül, ahol nincsenek nagy távolságok, is egy ilyen 4500 forint volt egy este. Ha már odafele is taxi, akkor igen, hát odafele még... Csak azért mondom, hogy az sok pénz, Balázs. Persze. Tehát az sok pénz. Úgyhogy azért mondom, hogy az már easy visszakerestem. Az, hogyha azt nézed, akkor 20 alkalom egy százas. Nem tudom, mennyire vetted, mondjuk legyen, hogy egy százasért vetted. Ott körül vettem egyébként. 20 alkalom, az most, ha heti kettővel számolsz, az 10-7. Igen. Két és fél hónap. Miről beszélünk? Simán visszakerestem már roller árát. A BMX árát azért nem tudom elmondani, hogy hogy kerestem vissza, vagy hogy nem, mert abban már, ugye, mivel hogy az napközben használom, nem este, így ott már abban benne van az is, hogy mennyi üzemanyagot nem fogyasztottam el. Igen. És azóta már fel is ment az üzemanyag ár. Na mindegy, értitek, hogy van. De lehet, hogy egyébként azt is. Én boltozni szoktam egyébként, hashtag nem reklám, most már mindenhez hozzá kell fűzni. Igen. Én boltozni szoktam egyébként. Hát most már azért egy olyan, hát hogy mondjam nektek, mennyivel drágább a taxi? Mindjárt mondom. Hát igen, így közel 6 rugóból oldad meg. Azt, amit megoldattál ilyen 4500-ből, mondjuk, ott körül. Én nem azt mondom, hogy ez már egy határ, én csak azt mondtam, hogy pont azt számoltam, hogy ha heti egy-két alkalom elmegy az ember, akkor ez mennyi egy hónapban, igen. És mondom, amennyit megsporolok taxival, az kurva sok pénz. Egyébként... Bezzek, ha futnál, akkor nem kéne venni se senki kütyűt, nem bíz neki meg... vérünk, bazd meg, hogy elmegyek valahova meginni öt sört, aztán meg haza sprintelni. Így van. Hát nem kell sprintelni, elég csak kocogni. Igen. Tudod, Iza, cikáza, oszloptól oszlopig. Igen. De mindig, szóval lehet egyébként spórolni ezekkel a dolgokkal. Én mondom, én nekem őszintén ezek azok a dolgok, amik effektíven érintik a hétköznapjaimat, és luxusnak számítanak. Ha elmegyek piázni a haverokkal, meg hogy jutok oda. Igen. Nekem más ilyen luxus dolog az életemben, ami konkrétan az én életemet érinti, igen. Nem a céges dolgokról beszélek, nincsen. Tehát én otthon, tehát én eljövök dolgozni, vagy otthon vagyok, vagy valamelyik mamáiknál vagyunk, vagy elmegyek valamelyik este a haverokkal meginni egy pár sört. Ennyi. Az összes dolog, igen. Amit csinálok. Azért mondom, hogy amikor gondolkoztam azon, hogy hogy lehetne kicsit anyagilag optimalizálni, biztos ti is tudtok példákat mondani. Én ezekre gondoltam, hogy tudok spórolni a taxin,
meg tudok spórolni azon, hogy hányszor megyek el. Vagy hogy mit iszol? Hát azon annyira nem, mert most... Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, mert most már kezd összeütközni, Balázs, a prémium a nem prémiummal. Meg azt akartam mondani, hogy alapvetően nem a 3000 forintos sörökből isztok 2-t, 3-at, 4-et. Nem. Hanem az átlag árosból. Én már jó ideje pilsnert iszok. Az is most már drágul. És az az igazság, hogy most már ugyanúgy, mint a kenyér esetében is, kezd összeütközni a prémiummal. Pont a múltkor dumáltam egy haverommal, és most egy kicsit lecsatlakozok erről a témáról, pedig érdekelt volna, hogy ki hogy áll ezekhez a dolgokhoz. A múltkor dumáltam egy haverommal, aki mondta, hogy itt a főtéren, vagy nem tudom, hogy hol a faszomba pontosan, mert én nem járok arra, van valami baszó pékség, tudod, ilyen fancy cucc, tudod, hogy csak nem tudom, drága órában engednek be, csak viccelek, és hogy ott van egy kenyér, nagy ilyen gasztropöcs, ami rohadt finom, és hogy ezt ő mennyire szereti, de hogy milyen rohadt drága, mert 1300 forint egy kiló kenyér, tudod, ott. És hogy nagyon drága, de már azt teszi, mit tudom én, egy éve. És így mondja nekem, hogy valamelyik nap elment, azt 510 forintért vette meg a fél kilós kenyeret, és így abba volt, hogy hát a faszom fogja megvenni ezt a szart, akkor veszem a fasz a kenyeret, és innen jutott eszembe egy korábbi riport, amit láttam, szintén ilyen pékséggel, hogy ja, hamarosan összeütközik a prémium, és azt fogod mondani lehet a sörre is, hogy figyelj, már azért 650-ért már nem kell a pilsner, most csak mondtam egy példát, hanem azért megveszem mondjuk, mit tudom én, az egyik kedvenc kézműves sörömet, mondjuk, mit tudom én, egy nagy áruházban. 650-ért, azt kapjátok be a faszomat. Igen. És ez a durva, amikor így összetalálkoznak ezek a dolgok, és tényleg azt mondod, hogy akkor már miért ne azt vegyem? Miért vegyem, tudod a... Furcsa egyébként, hogy mondjuk így a kézműves kenyérnek meg nem ment fel az ára. Hát azért nem ment fel, mert az ugye bővebben ár is. Hát ez az, hogy... Sokkal bővebben. Miért nem követi rá azt is a piacot, hogyha már a fél kiló, az egy kiló mezei kenyeret veszem 1000-ért, amit eddig nem tudom, 300-ért vettem, és 1300-ért adtam a prémiumot, akkor csak le kéne követni. Nem feltétlenül, mert bíznak abban, hogy most rákapnak erre. Ugye kisebb áréssel dolgoznak, és amikor így elkezd csökkenni az ár, akkor ők megint nem csökkentenek, te megmaradsz a pályán. Ez egy elég jó dolog. Melyik profitorientált cég az, Pisti, aki eddig drágán adta a termékét, és ezért már a piac drágult, ezért ő nem drágította az árat. Ő nem akar most már több pénzt keresni. Vannak okosak. Hát... Jelenleg én úgy... Tudod, hogy mi a baj? Megmondom, hogy mi a jó példa erre. Én nem azt mondom, hogy most ez a jelenség, és igazad van. Normális esetben így működne a dolog. Igen? Viszont az inflációnak van egy olyan része, ami először szokott bekövetkezni az infláció során, mint csökkenés. Amikor a piac beleütközik egy olyan falba, amit a vásárló már nem fizet ki. Érted? Igen. Na és itt a baj, hogy ugye eljön egy árszint, amit egyszerűen nem adsz ki egy termékért. És azt nem szabad elérni. Mert akkor azt mondta, hogy cső. És valószínűleg van egy lélektani határ, amit meghatároznak mondjuk például a kenyeresek, amire azt mondják, hogy hiába prémium vagyok, és hiába felment az olcsó kenyér, van egy határ, ami után azt mondják, hogy jó, bazd meg, hogy nem eszek kenyeret, meg sütöm otthon. És ezért nem drágít tovább. Én ezzel azért, ez csak egy példa. Azért nem értek egyet vele, Pisti, mert aki eddig 1300-ért vette a prémium kenyeret, az addig se azt nézte, hogy mennyibe kerül, hanem hogy ez a prémium kenyér megteheti, és nem fogja nézni, hogy 1300 most felment 2000-re a kiló kenyér ára. Azt szereti, az felesége, a gyerekek, ő is azt szereti, pénz nem számít, keresek havi 3 milliót, mit érdekel engem, hogy 1300 vagy 2000-ért veszem a kenyeret? Értem, hogy mit mondasz. A prémium kenyérnek nem az volt a célközönsége szerintem, aki az inflációval terméket váltana. Megértem ezt az álláspontot is. Nyilván vannak ilyen emberek. Nyilván vannak ilyen emberek egyébként. Gondolom, annyira nem sokat, de vannak egyébként ilyen arcok. Meg nekem is az van, érted, hogy most mit tudom én, vannak dolgok, aminek az árára azt mondom, tudod, hogy jó, leszarom. Most nem arra az, hogy 5 millió, hanem mondjuk, hogy nem érdekel, hogy 300 vagy 400 forint kell. Igen. Nyilván van ilyen rész is. De mondom, hidd el, hogy annyira nem tudnak elszállni ők sem, mert szerintem nem csak ilyen emberek vásárolnak ott. Ezt náluk. Akartam mondani, hogy valószínűleg nem csak ez a vásárlóbázis, úgyhogy... Én azokról beszélek, akik tudod, eddig is úgy voltak vele, hogy mondjuk inkább egy ilyen középosztály rétegről van szó, Balázs, akik azt tudják mondani, mondjuk mit tudom én, hogy tudod, lehet, hogy meg tudják venni a prémiumot is, eddig nem vették meg, de most már azért fogják megvenni, mert az mindjárt ugyanolyan drága az úgynevezett szar.
Na mindegy, ez csak egy példa volt, amivel így a hétvégén találkoztam, mint állítás, és így elkezdtem gondolkodni rajta. Mondom, srácok, ezt tudjátok, én mindig csak agyalok, nincs igazam. Tehát nem erről van szó, csak így elkezdtem gondolkozni azon, hogy milyen érdekes, amikor találkoznak ezek a dolgok. Úgy az inflációnak az a része, arra részére igaz, hogy valóban van egy ilyen ármaximum, amit idő után már vagy a vásárló nem fizet ki érte, vagy a kereskedő nem mer megvenni. Például a prémium sörökkel most előfordul ez. Egyébként nagy áruházakban, hogy hiány van belőlük azért, mert olyan drágán adja a gyártó, hogy azért nem veszi át a kereskedő, mert azt mondja, hogy bazd meg, tehát még rárakom az árésemet, ezt senki nem fogja megvenni. Igen. És vannak ilyenek is. Szóval mondom, mind a két megközelítés igaz, lehet, de nem minden esetben, ez szerintem termékfüggő, de tény, srácok, hogy van egy ármaximum, amiben amikor beleütközik az árnövekedéssel egy termékkategória, akkor elkezd csökkenni, mert egyszerűen nem veszik. Tehát muszáj lecsökkenteni a keresletet, vagy bocsánat, az árat, hogy a kereslet egy kicsit visszajöjjön, mert ez ilyen borzasztó szar, ilyen előfordul, de mondom, most ezt nem ebből az esetből közelítettük meg, csak így érdekességképpen akartam mondani, hogy mondjuk tegyük fel, én láttam már most 5,80-ért is pilsnert, amúgy ilyen 3,50-3,60 szokott lenni az ára, szokott, már ezt is elfelejthetem, na mindegy. Azért, amikor eléri a 600 forintos árat, akkor nem azt fogom mondani rá, tudod, hogy na bazd meg, ez a 40 forint már nekem nem fér bele, mert nyilván leszarom. Persze. Hogyha sört akarsz inni, így áll sört, ha meg nem, tehát ilyen egyszerű. De azért mondjuk a 600 forintos kategória sörben már máshogy néz ki. Tehát lehet, ezek egy Bitburgert. Annyi pénzért már, és azt mondom, hogy figyelj, oké, azt mondom neked, hogy eddig vettem 350-ért 6 sört, persze per darab, amire azt mondod, hogy érted egy két rugó, és mondtam valamit, nyilván több, most csak így fejben gyorsan számolok, hogy 1800 meg 300, megvetted annyiért, ha viszont a 600 forintossal rá számolsz, érted, az már 3600 forint, az ott kurva nagy különbség. Mert majdnem dupla ára van. Na jó, de érted, amikor azt mondod, hogy már majdnem ugyanannyi, akkor már lehet, hogy azt mondod, hogy inkább így megveszed a dolgokat. Hogy meggondolod, hogy a prémiumot vedd meg, vagy azt, amit eddig is ittál, csak sokkal olcsóbban. Ez csak egy ilyen érdekes jelenség, bár gondolom, hogy ez kis részét érinti az embereknek, és inkább az lesz, hogy a 150 forintos sört iszek, ha van még olyan, hogy spóroljanak. Én mondom, még egyszer, kinek milyen luxusok vannak az életében, nyilván nem az alapvető dolgokhoz nyúl hozzá az ember először, amikor csökkenteni kell a kiadásokon, hanem a luxus dolgokhoz. Az a baj, mondom, nekem nem nagyon vannak ilyen luxus kiadásaim. Így az életben, mert tényleg nem szoktam így ilyen nagyon szórakozni. Nekem, jó, most nyilván ki mit kategorizál luxusnak, nekem nincs házi állat otthon, tudod, tehát hogy nincsenek ilyen extra dolgok, amikre annyira költök. Nem járok, sajnos, de ezt látjátok, nem járok hetente fodrászhoz, nem csináltatom meg a körmömet, tehát magyarul igénytelen vagyok önmagamra, erre se költök. Most gondolkozom, hogy mik vannak még, amikre szoktak. Már az asszony is luxus? Jó, hát már akinek, értem. Azért soroltam a szolima se járok, ez gondolom feltűnt, stb. Tehát így igazából ruha? Csilikuli, van, aki ismer minket, már nagyon régóta van, aki kevésbé. Őszintén nem nagyon költök ilyesmire. A másik meg a ruha és a cipővásárlás, az nem mindennapos dolog. Cigi, igazatok van, cigi, arra költök. Na ugye, azért mondom, hogy előjön. Edzőterem bérletre se költök, ahogy látjátok. Úgyhogy, ja, nem járok színházba, nem járok a moziba. A színház meg a mozi az már a luxus kategória? Igen. Hát, figyelj, nem tudom, nem voltam mostanában a színházban, nem tudom, hogy mennyibe kerülnek most a színházjék. Nem veszek most már gyakorlatilag semmilyen dolgot, amit gyűjtök. Igen, marad az eljárkálás otthonról és a sör, a cigaretta, és a nekem így vannak bekategorizálva a banki alkalmazásomban is a dolgok, és a streaming szolgáltatások előfizetései. Mondjuk igen, az luxus. Megtekinthető mindenféle tekintetben. Igen. Ezek vannak. A kajarendelés? Hát mostanában már azt nagyon nem csináljuk. Cukrosülítő, rákcsa, édesség, ilyeneket nem csinálok. De jó, hogy írjátok ezeket, mert jó ötletek, de nem szoktam ilyeneket csinálni. Azért mondom, hogy ezekre a dolgokra én nem szoktam költeni. Tényleg, ha már a színház szóba került. Igen.
Nem tudom, beszéltünk arról, hogy itt Debrecenbe átadták a új színházat? Nem, de azért nem beszéltem róla, mert Magyarországnak egy igen kis részét érinti. Igen. Nem baj, azért átadták. Igen, igen, kulturálódunk. Még színház. Úgyhogy most már fix, hogy ott nem mozi lesz. Nem tudom, hány évig nem fejezték be annak a színháznak az építését, mert ugye a fórum az egy bevásárlóközpontnak a tetején van, és a bevásárlóközpont az megépült, de a színházhoz hozzá nem, és akkor ott egy darabig reménykedtünk, hogy hát, hogyha mozi lesz belőle, egy jó IMAX vagy valami, de nem, színház lett. Annak is örülünk. Az a szerencse, hogy relatíve nem drágultak, vagy le van fixesítve egyébként a streamingnek, vagy Twitch előfizetésnek, vagy ilyesminek az ára. Az a nagy szerencsénk egyébként, mert elinflálódik annak is az értéke. Igen. Tehát gyakorlatilag, mit tudom én, most egy Disney Plus-t, azt nyilván nem fogsz visszamondani, azért, mert spórolni akarsz. Nem akarok segíteni így életvezetésügyileg, vagy gazdaságilag az embereknek, de higgyétek el, tehát 2790 forint különösen ma nem menti meg. Nem. Se a heted, se a napod, se a hónapodat. A hajadra kenheted, hogy úgy mondjam, itt komolyabb, átfogóbb dolgokra kell gondolni. Én speciál, nem biztos, hogy én csinálom jól, de én havi szinten szoktam gondolkodni, és amikor én átgondolom a költségeket, akkor úgy szoktam gondolkodni, hogyha valamit elhagyok, és már az egy ilyen 25-30 ezer forintot jelent egy hónapban, ha azt elhagyom, akkor már érdemes gondolkodni rajta. Nyilvánvalóan sok kicsi sokra megy alapon is tudsz gondolkodni, tehát az is egy másik dolog, de nem először arra gondolok, hanem először megpróbálok, mondom, a luxus dolgokból lemondani. Persze. Hát ez havonta van, az annyira nem... Igen. Nem gyakori. Igen, meg ugye más kérdés az, hogy otthon ugye más is használja például a streaming előfizetést. Én azt kevés, tehát a luxus kategóriának egy alacsonyabb szintjére sorolom, mivel többen használjuk, úgymond. Igen. Tehát mondjuk feleségem is szokta nézni, mint az, hogy én egyedül elmegyek sörözni úgy, hogy taxival megyek. Tehát az egy ilyen gázosabb dolog. Szóval ez van, nem tudom. Ezek a luxus dolgok, de köszi, hogy eszembe jutottátok a többi dolgot is. Hát luxusra nem tudom, hogy ki mennyit költ így havonta, de azért hefti, hogyha belegondolsz, tehát sok. Tehát ha azt nézed, hogy mondjuk mit tudom én, számoljunk velem, mondjuk számolsz, egy csík cigivel számolsz egy hónapra, ami azért kevés. Egy dohányzó embernél, de annyival számolsz egy hónapra. Hát az nagyon kevés, igen? Igen, az most mondjuk 21. A sörrel nem tudom, hogy számoljak, mondjuk azt mondom, hogy mondjuk számoljunk ilyen szintén kevéssel, számoljuk 10 sörrel egy héten, igen. Akkor mondjuk átlagosan mondjuk 40 sörrel egy hónapban. Igen. Annak számolunk egy 400 forintos átlagárat most. Jó, számoljuk 300-at, számoljuk ugyanígy, jó? Jó. Hogy olcsó legyen, mert kevés. 12 ezer. Igen. Az összesen 33-nál tartunk, igen? Igen, most így nézem 300-zal, meg mondjuk 20, igen, ez a sör, meg mondjuk hozzáadjuk 21-ért a cigit, ennél többet fogyasztanak az emberek. Igen, az már 33 ezer forint, igen. Ugye egy hónapban. Az odajutással akkor számoljunk bicikli gyalogizével, nem számolunk taxival, mert taxival kocsmázni az végtelen luxus dolog, mint olyan, meg mondjuk számolsz 10 ezer forintot az előfizetéseidre. Van, akinek tudom, hogy több. Ezekből összeszámolva a kávét ne vegyük luxusnak, mondjuk nem járunk moziba, legyen ennyi, az így 40 ezer forint, mondjuk, hogyha a túlzásainkkal számolunk, meg az elnagyoltságainkkal, és ugye 4 hétre vettünk egy hónapot, de van 5 hetes is, meg számunk 45 ezer forinttal. Akkor, hogy annyi szórakozásod van, hogy t-shirt iszol egy héten, meg elsz iszonyuk 2 doboz cigit. Meg van előfizud. Tudod nézni a síhákot. A többi estére, igen. Tudod nézni a síhákot, meg a gyűrűk urának a sorozat verzióját. Hát sok. Amúgy sok pénz. Most azt számolgatom fejbe, hogyha inkább 2 tábla csokit eszel meg a sörözések helyett, akkor se vagy sokkal előrébb. Igen. A cigaretta viszi, Pisti, arra kell leszokni. Igen. Az a nagy húzó rész. És akkor az a durva, hogy ez én vagyok csak. Igen. És nem egyedül vagyok. Igen. De mondom, ez egy ilyen nagyon elnagyolt valami,
Csak úgy gondolkoztam rajta, hogy alakulnak ezek a dolgok, és mikre lehet leszokni, és mikről nem. Kubai szivarra kell átszokni, nincs mese. Tényleg, varázskobak? Tényleg? Láttad már a szivarárakat? Így tavaly nyár óta? Azért mondanék olyan árakat szerintem, hogy leszédülnétek a székről, már aki benne van így a szivar bizniszbe, de hát a dupla az nem mindig helytálló. Van, hogy több. Minimum dupla áron vannak a szivarok. Minimum. Iszonyat durva. Igen, tudom, hogy van, akinek a havi 60 ezer forint a cigaretta. Én azt csinálom, nem tudom, hogy ti hogy csináljátok, én azt csinálom, hogy én használok ilyen alkalmazást a Telón, ami figyeli a költéseket, és hát én a banki alkalmazást használom, de amúgy az Apple Pay vagy a Google Pay is tudja szerintem ezeket. Az a lényeg, be tudsz állítani kategóriákat, és a többi, és a többi, és kategorizálja az alapján, hogy mire költesz. Be lehet faszán jelölni, hogy ezt a luxusba tedd, ezt a káros szenvedéleted, ezt a szórakozásba tedd. Igen, és háztartás gyönyörűen meg tud határozni neked kategóriákat egy hónapra, nem tudom, hogy ti használtok-e ilyet, nagyszerű, és az a lényeg, hogy minden hónapban látod, hogy az általad meghatározott kategóriákra mennyit költesz. És ez automatikus, tehát az alapján csinálja, hogy fizetsz a kártyával. Igen. És Én ezt használom, és akkor így nagyon fasz, amikor megnyitom, akkor például látom azt, hogy egy hónapban mennyit költök cigire, összetudom hasonlítani, mert visszamenőleg is kategorizálja, összetudom hasonlítani, hogy az előző, vagy az előtti hónapban mennyit költöttem, most kevesebb lett-e, vagy több, vagy hogy bevásárlásra mennyit költök, vagy számlákra, vagy taxizásra. Uh-huh. Külön tudod kategorizálni például a Volt, Foodpanda, ilyen szarokat, hogy nézd meg, hogy a kajarendelésre mennyit költöttél versus a bevásárlásra, összetudod hasonlítani, stb. Nekem ez kurva hasznos egyébként, és ezt szoktam csinálni, nekem ez segít, és itt tudom meghatározni, erre én így ránézek, és akkor azt tudom mondani, így mit tudom én, tudjátok, saját megítélés alapján, hogy így bazd meg, ez azért kurva sok, és akkor ott nézek szét. Azon kezdek el gondolkodni, hogy azzal mit csináljak. És ennyi az egész. Hogy el vagyok azzal. De mondom, vannak nálam sokkal okosabb emberek is, akik sokkal jobban tudnak spórolni, stb. És ki hogyan áll hozzá. Én ezzel vagyok el. Nagyon durva látni egyébként egybe a költéseket. Uh-huh. Nyilván látod az összköltésedet is, de szerintem nagyon klassz az, hogy látod a kategóriákat és az összköltésedet, és amikor változtatásokat eszközölsz azon, hogy csinálod az életedben a dolgokat, szerintem kurva fasza, hogy ezt egészben, meg darabokban is látod az eredményét, tehát össze tudod hasonlítani, és igen, azt tudod mondani, hogy figyelj, na most van 30-a, oké, működik. Vagy azt tudod mondani, hogy ez amúgy nem annyira nagy különbség, hagyjuk a picsába, nézzünk meg egy másik kategóriát. És ezért is jó ez az app, amit te használsz, hogy nem kell külön vezetni. Igen, nem kell külön belogatni. Mert írtak többen több alkalmazást is, azok közül egy párat használtam én is. Azokkal én mindig az zavart, hogy be kell írni most akkor mi, hogy merre. Igen. Úgy nyilván egy idő után muszáj volt. Feleségemmel mi is elkezdtük ezt, és inkább vezettük. Igen. Úgyhogy ezek baromi jól működnek egyébként ezek a dolgok, és szerintem okos dolgok, és van haszna. Tessék? Amit Pisti mondott, az a gyári a banki OTP, alkalmazás. Banki alkalmazás. De hát nyilván, aki nem OTP, és az nem fogja tudni ezt használni. Én azt hittem, hogyha pénzről beszélünk, az olyan figyelősebb dolog ennél. Nem maradtak, most jöttek közbe. Na mindegy. De van sok ilyen alkalmazás, ami tudja ezt. Megmondom, a online fizetős cuccok is tudják, mármint úgy értem, szerintem a Google Pay meg az Apple Pay is tudja ezt. Uh-huh. Főleg más pénzéről. Bizony, ha meg más pénzéről van, akkor meg aztán extrán figyel mindenki. Így van. Na, köszönjük az infót, hogy a többi banknak az alkalmazása is tud ilyet. Van, majdnem tud. Mindegyiknek, van, igen. Tud, igen. Látom igen. Közül, azért hogy mondtam valaki nektek, nem... hogy a gyári alkalmazást használom, szóval nem extra dologról van szó, nem is fizetőszolgáltatásról, stb. Azt tudom, hogy a Revolut is csinálja például. Uh-huh. Csak nekem olyanom nincsen. Ez van. Na mindegy, szóval kinek milyen az élete, srácok? Van, aki sokkal többet jár szórakozni nyilván, mint én. Én nem járok már emberek közé olyan nagyon.
az az igazság. Mondom, a mozi, színház, koncert, nyilván vannak kivételek, ilyen városban történő rendezvények, nem nagyon járok már el. Szeretnék, de már nagyon nem járok el, úgyhogy nincs. Hogy nincs erre valutam? Nincs. Mert minek lenne? Én ennél sokkal ódivatúbb vagyok. De szépen fogalmaztad, én nem ezt akartam mondani, de igen. Ez jobb. Tehát nekem mondták, hogy van olyan Revolut, én visszakérdeztem, hogy az mi a faszom, és ezáltal gyakorlatilag én ezt ilyen is könyveltem annak, hogy le lett zárva a beszélgetés. Az ez mi a faszomonak, én nem adok pénzt. De én vagyok a legnagyobb gyakér a földön. Semmi tőzsdézés. Tőzsdézés? Te mi a faszomról beszélsz? Most magyarázom azon, hogy elektromos rollerre spórolok a taxin, bazd meg. Hova tőzsdézek meg? Mi a geciből? Atya, úristen! Tudom, hogy a Revoluttal lehet tőzsdézni, de hova tőzsdézzek? Az ember számolgatja, hogy tudja megspórolni a taxit, meg a sört, meg hogy drágul a pilsner, te meg tőzsdézel, geci. Látod, Balázs? Ő 3000-ért is megveszi a kenyeret. A következő 3 évben, Pisti, összespórolsz 10 000 forintot, és azzal elkezdünk tőzsdézni. Azt össze tudom spórolni, kurva gyorsan a 10 000 forintot, nem kell 3 év hozzá, de azzal nem kezdek el tőzsdézni. Jó. Na mindegy, nem, az a baj, bár, de nem, ez nem így működik. Mondom, az emberek egy kicsit így hogy mondjam, más, tehát másképpen gondolkodnak, meg azt hiszik, hogy ilyen-olyan az élet Magyarországon minden szinten. Nem erről van szó, realistának kell lenni, srácok. A legtöbb embernek annyira nagyon nem egyszerű. Nézzetek, senki sincsen tele, mint Oprah ezekben a körökben, higgyétek el. A youtuber meg a streamer körökben sem. Nyilvánvalóan szét kell választani azt, amit az ember a cégfejlesztésre, költségekre költ, stb., meg mi az, amit magára. Ezek mind olyan dolgok, amiket realistán kell nézni, és úgy, hogy mondjuk nem teljesen idióták az emberek, akik ezzel foglalkoznak. Mindennek van költsége. Tudjátok, a gyerek is rettentő sok pénzzel jár. Most már a hétköznapi élet is rohadt drága. Azért most nyilván nem lehet itt... Tehát nyilván nem mindenki él úgy, hogy mindegy, hogy mennyi. És szerintem egyáltalán nem gáz az, hogy valaki úgy él, hogy nem mindegy, hogy mennyit költ. Szerintem a legtöbbünk úgy él. És szerintem ennek van a legnagyobb értelme. Szerintem az a gáz, aki valaki nem úgy él, hogy minden hónapban eltapsolja az összeset. Igen. Hogy mennyire számít a nyaralás luxusnak? Nem tudom, öreg, én ebben az évben Szilvásváradon voltam egy hétvégét. Airbnb-be. De amúgy igen, ez egy jó felvetés, hogy a nyaralás az mennyire luxus. Mert hogyha azt nézed, hogy egész évben arra gyűjtesz és arra spórolsz, akkor is luxus, mert végül is elmentél nyaralni, elmentél egy hétre nem csinálni semmit, szórakozni, költeni a pénzt. De hát végre azért dolgoztál egész évben, hogy el tudj menni. Nyilván van ilyen is. De hogy akkor az most luxusnak számít, vagy sem? Igen. Most már itt is az van, Pogi, azóta meghallották. Na mindegy is, te értitek? Tehát most van akinek az a prió, valakinek más a prió, attól függ. Attól függ, mire szánod a pénzed. Nekem például egy csomó digitális szórakozás van, amiről én nem mondok le, csak az az igazság, hogy nyilván most nem tudok egy Twitch előfizetés, meg egy Disney előfizetéssel egy nyaralással versenyezni, mert az sok év előfizetés. Igen, igen. Ez van. Kinek mi? De most az, hogy nekem például ilyen az életem, az magam miatt van. Tehát most értitek, én nem azért nem megyek el szórakozni, vagy mit tudom én, nem azért nem járok, mit tudom én, a faszom tudja, hogy hova, mert feltétlenül nem tudnám valahogy megoldani, hanem egyszerűen én olyan vagyok, hogy én ezt nem élvezem annyira, és inkább ilyen egyszerű ember vagyok. De mármint azzal kapcsolatban, hogy hogyan élem a hétköznapi életemet. De szerintem a legtöbb emberem úgy így éli, nem? Dolgozik, otthon van, meg néha elmegy. Igen. A néha elmegyből lesz egyre több, vagy gyakoribb. Hát igen, az és minél igen. Jobban az, megy. Az élet normál ciklusa szerint ugye egyre gyakoribb lesz belőle. Igen. De sajnos manapság egy csomó ember ritkítja, és ezért igen, magunkra gyújtják a házat. Én arra gondoltam, hogy ha a bevétel növekszik, akkor az eljárás is vele együtt párhuzamosan szokott. Igen. Szóval én tényleg nem ebből nem vitát szeretnék így a részletekről, vagy ilyesmi, csak kíváncsi voltam arra, hogy ki hogy áll ezekhez a dolgokhoz. Például Luxus Pisti, most a hétvégén voltunk feleségemmel a Zamat Fesztiválon itt Debrecenbe. Direkt akkora mentünk, amikor már nem volt ott kb. Senki, mert az utolsó
program utánra érkeztünk. Uh-huh. Igazából a gyereket mentünk el negyedőre megsétáltatni, és hogyha ma ott voltunk, akkor nézzünk be címszóval. És tudod, ez a magyar feleségem, hogy lehet, hogy még fizetős. Mondom, mi? Az hát mindig az? Jó, hát és sose voltam még ott. Ah, hogy igen. Így aztán ez a... Már akkor nem volt fizetős, amikor mi mentünk, bementünk körben, néztük, láttuk, hogy már pakolnak elfele az éttermek. És hát így ezzel gondolkoztunk azon, hogy nem az olcsó éttermek vannak ott kint. Eleve fizetős is, és hogy mégis már amikor nem volt program, még mindig rengetegen voltak ott. Uh-huh. Jó, nyilván nem tudjuk, hogy azokból mennyien voltak olyan turisták, mint mi, hogy csak bementünk, mert nyitva van. De hogy ez is úgymond luxus, hogy elmész, fizetsz valahol belépőt, hogy ehessél megihassál ott. Igen. Az, hát rendezvény, bazd meg, ez igen. Kell. Neked csomó mindenkinek belefér. Most ki hogy gondolkodik? Na mindegy. Az az igazság, hogy amikor az ember lóvérről beszél, akkor mindig azt hiszik, hogy rázza a rongyot, vagy panaszkodik. Pedig nem erről van szó, szerintem ezekről érdemes beszélni. Különösen amiatt érdemes beszélni, én azért szeretem, mert látom az embereken, hogy nagyjából hasonlóak-e, mint én, vagy különböznek tőlem, meg minden, és az ember szerintem alapvetően jól érzi magát attól, hogy hallja azt, hogy létezik az a kategória, ami ő, uh-huh. És hogy más is én. Igen. Én ezt mindig pozitívnak találtam, azért is gondoltam, hogy beszélgethetünk erről a dologról, stb. De látjátok itt lent, hogy zajlik a társalgás, szakadjunk le róla, de ettől függetlenül érdekes. Amiről tegnap elfelejtettem beszélni, én nem tudom, hogy hallottál-e erről az esetről, de érdekes volt, mert én az eredeti esetet is ismertem, és ez már ugye egy magyarázata a dolognak, uh-huh. Ami nekem újdonság volt így a hétvége kapcsán. Hallottál-e Magnus Carlsenről? Nem. Ő a norvég nagy sakmester, aki... De, hallottam, igen. Na, azt ugye én arról hallottam, hogy ugye volt egy ilyen eset, amikor ugye, ez egy nagy hír volt egyébként pár héttel ezelőtt, hogy ugye ez a Hans Niemann, aki egy 19 éves sakkozó, megverte Magnus Carlsent, aki egyébként, és ez volt a nagy hír, a legbaszóbb sakkozó ever. Tehát, ha jól tudom, ez a meghatározott pontszám alapján, a legtöbb pontot kapott valaha, mint sakkozó. Meg az elmúlt három évben talán nem is nagyon kapott ki. Ha jól emlékszem. Talán, igen? Nem tudom, de durva cucc egyébként. És mondom, emiatt volt ilyen iszonyatosan nagy híre ennek, hogy a fenébe tudott kikapni egy 19 éves sakkozótól. Igen, ez az ELO rendszer egyébként, amit a multiplayer játékban is használnak, a pontozás a pont szinten. És mondom, nem tudom, hogy ő a legfantasztikusabb sakkozó, aki valaha élt, én ezt a pontszámot hallottam, igen, hogy abban ilyen iszonyat durva, stb. És hogy ez a fiatal srác elverte, és hogy ugye most jöttek ilyen dolgok, amikkel megpróbálták megmagyarázni, hogy vajon hogyan sikerült ez a győzelem. Igen. És ugye az egyik dolog, amivel megvádolták Hans Niemannt, az az, hogy szexuális segédeszközt használt a mérkőzés alatt. Nem Polgár Judit, ő nem használ ilyeneket, srácok, ne keverjétek őt ebbe bele. Tehát, hogy elméletileg egy szexuális segédeszközzel sikerült megverni úgy, hogy ugye ezt felhelyezte a seggébe, ezt a golyósort, igen. Ami tud vibrálni ilyen távirányítóval. Ilyen van egyébként, és hogy gyakorlatilag így, hát nem tudom, hogy lemorzészták, vagy ugye saját jelrendszerben egyeztek meg, de lezizegték a seggébe azt, hogy kell ő lépjen, és akkor így sikerült megverni a Grandmastert, hogy ugye többen dolgoztak a problémán, nem egy ember. Ez csak egy vád. Állítólag. Ez egy állítólagos valami, nem frankó, csak hogy ezzel vádolták meg. Ami azért, tehát nekem csak azért fura, mert azért lássuk be, ha valaki csalással vádolsz, azzal kapcsolatban, hogy mondjuk egy ilyen nagyon baszó sakmestert ilyen fiatalon legyőzött, láttunk már ilyet egyébként, tehát ez nem csoda, de ettől függetlenül megtörtént. Ha valakit megvádolsz csalással, igen. Ez azért egy messze menően specifikus verziója a csalásnak. Elég konkrét. Tehát, hogy nem azt mondom valakinek, hogy valahol csalt. Gyanús vagy te nekem, csaltál. Oké, ilyet láttunk már, de az, hogy szerintem egy morzekódos, segvibrálós análgyöngysorral csaltál, az elég specifikus ahhoz, hogy csak így rájuss a hasadra, és ezt mond, nem? Tehát így honnan szedte ezt? Jó kérdés. A srác elméletileg, a fiatal, az, ha jól emlékszem, akkor korábban már csalt, és azt elismerte. Igen, ezt nem tudom.
De ez még mindig nem magyarázott arra, hogy hogy lett úgy megvádolva, hogy az análgyöngy elcsalta. Igen, az amerikai játékost korábban többször csaláson kapták, néhányat még ő maga is bevallott. Jó, de hát ez még, mondom, honnan tudták, hogy az análgyöngye? Kilógott a vége? Mondjuk én azon azért jót mosolyogtam. És hogy... a legalacsonyabb ilópontszámmal rendelkező játékos egyébként. Aha. Ez a 19 éves gyerek. Dávid és Góliát. Persze. Szóval azon azért jót mosolyogtam, hogy a fiatal játékos mondta, hogy ha kell, akkor ő messzelen is. Ezt akartam mondani, hogy elmetleg azt mondta, hogy ha kell, pucéron is kiáll, tehát teljesen messzelen is kiáll Carson ellen, és úgy is megveri. Nehéz megítélni, hogy mi történt. Azt tudom, hogy már kitiltották néhány, tehát például a chess.com-ról ki van tiltva a gyerek, meg mit tudom, tehát azért tettek lépéseket. Meg néhány híresebb ember is kiállt úgymond Carson mellett, mármint a legit sakjátékos mellett, igen, hogy mondjam ezt, Magnus Carlsen helyett. A bajnok mellett. A bajnok mellett, igen. Annyit tudjatok, hogy ha kérdés miért, csak a presztízs, stb., tehát ennek átszámolva jelenleg értéken ennek a versenynek 143 millió forint volt a fődíja. Tehát egy 350 ezer dolláros, az a 143 millió forintos díjazás. Tehát azért már lehet, hogy lennének itt a chatben is olyan emberek, akik segrezgetőt dugnak fel. Azt hittem, hogy megtanuljanak morzézni. Igen. Gyakorlatilag ez egy téli gáz ára, tudom. De igen. Az is pénz manapság már. Igen, igen. Érdekes egy valami. Meg elméletileg, hogy most a fiatal játékos védelmére állítólag ilyen filmdetektoros ellenőrzés van az ilyen versenyeken, hogy nincsen rajta semmilyen jeladó vagy valami. Igen, ugye elvileg az semmi. Bár nem tudom ugye az összetételét az anál vibrátoros terminétus játékszernek, hogy abban mi van, vagy hogy van. Vagy hát hogy valami elektronika kell benne legyen. Igen. A filmérzékelő az mennyire mélyre érzékel. Igen, milyen durva, gondolj már bele, hogy a biztonsági őr ott elózik, az meg így belép a beállításra, és akkor látja, tudod, az Apple Watch-át, meg látja a külső hangszorót, meg van egy segvibrátor. Ki az? Elég kemény. Igen. Na mindegy, úgyhogy érdekes lehet, de nyilván ez azért nem történt meg, mert ez csak egy ilyen kényszerképzet, ez wifi-s volt, nem bluetooth-os. Ahhoz specifikus applikáció igen kell. Konkrétan igen az. Még jó, hogy nem csatlakozott rá valaki a WC-ből, tudod, aki éppen ott a saját magáért próbálta irányítani, gondolj már bele, az meg. A végén a gyerek igen már dobálta volna a sakbábukat, mert nem tudja lekótolni, hogy mi történt. Szóval fogalmunk sincs, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy csalta a gyerek, vagy sem. Nyilvánvalóan, hogyha ez a gyerek a sakmérkőzés után úgy állt volna fel az asztaltól, hogy teljesen mesztelen, nyakig véres, mind a két kezében véres konyhakés van, és találtak volna mellette egy holttestet, akkor is lennének olyan emberek az interneten, aki azt mondaná, hogy nem ő volt. Így van. Mert így néz ki az internet. Kezébe adták. És az emberek nagy része olyan, hogy önmagától kellene szétfejelje az asztalt, nem hogy valakinek segítenie kéne neki, de nem teszik meg, mert nem okosak. Ettől függetlenül én sem tudom, hogy mi történt, és nem is tisztem megmondani, hogy ez a gyerek csalta vagy sem. Én csak azt mondom, hogy gyanús a szituáció. Egy picit. És messze menően specifikus a módja annak, amivel meghatározták ezt a csalást, de nem tudom. Lehet, hogy full legit dolog ez. Nyilvánvalóan egy többszörös csaló miatt merült fel egyáltalán ez a dolog. Meg ha jól emlékszem, akkor talán van milyen pornó oldal, már jelezte a szponzorációs szándékát, hogy ha tényleg leül pucéren játszani, akkor ő szívesen szponzorálja. Igen. Mármint, hogy a pornó oldal a puci esakozót. Igen. De egyébként az, hogy az emberek mennyire nem hiszik el a dolgokat. Valamelyik nap láttam a cikket, hogy azt hiszem Angliába emberünk levágta a kerékbilincset, mert hogy éppen olyan építőiparban dolgozó ember volt, hogy kivette a mikrobuszból a betonvágót, az ekkora körfűrészt, a simán levágta a lakatot, és cső, elhajtott. És hát nyilván azt előtte odaadta a haverjának a telefont, és felvették, és TikTokra felrakta. Különben meg se történt, hogy levágta a kerékbilincset. Nyilván, igen, nyilván. És hát ugye írták, hogy Angliában ez elég gyakori, hogy levágják, mert hogyha nincsen tettenérés, akkor igen,
Akkor nincs bűncselekmény. Na most, és ha felveszem videóra és felrakom az internetre, hogy én vágom le. Az már azért ettenérés. Az már ugye eléggé bizonyító erejű szerintem, de... Én nem tudom, mert ugye az van, hogy... De nem ismerjük az angol törvényeket. Az angol törvényeket nem ismerjük, de én úgy tudom, hogy a legtöbb bíróságon, a világon a videós bizonyíték az közvetett bizonyíték, nem közvetlen. Tehát, ami annyit jelent, hogy önmagában nem elég. Igen. Tehát a videós bizonyíték meg tudja erősíteni, úgymond a más bizonyítékokat. Tehát meg tudja erősíteni a bizonyítékokat, igen, de önmagában nem elég. Tehát csak a videó az sose elég, mindig kell mellé még valami. Én úgy tudom, hogy a hangfelvétel, a képi felvétel és ennek mixei is, mind csak közvetett bizonyítékok, amik ugye tovább bizonyítják azt, hogy így történik, de kell hozzá legyen egy megdönthetetlen bizonyíték, vagy egy, nem egy, egy közvetlen bizonyíték. Tehát mondjuk mit tudom én, megtaláltuk az ujjlenyomatát ezen a vágóeszközön, ami ott volt a bilincs mellett, vagy a bilincsen ott volt rajta az ujjlenyomata, azt tehette oda más is, de az ujjlenyomat... Azzal dolgozik, az hát azért van rajta. Igen, de a közvetlen bizonyítás, mondjuk mit tudom, hogy a kerékbilincsen rajta az ujjlenyomata. Most mondtak egy példát, az irreális dolog. Az egy közvetlen bizonyíték az ujjlenyomat, és ezt megerősíti a videó, hogy tényleg ő volt, nem más rakta oda, érted? Értem, értem. És ebben a cikkben fogalmazták meg, hogy nem hiszed el, de volt, nem tudom, hogy még aktíve, Angliába egy köpenyes igazságosztó, aki ilyen fűrésszel járta az utcát, és vágdosta le, mert hogy az ember ugye azért, hogy hát ezzel lehet Angliába védekezni, hogy ha nem tetten érés van, mondhatod azt, hogy nem én voltam, hanem valaki más, és én meg csak úgy elhajtottam a kocsimmal, mert úgy volt, ahogy én ott hagytam, de hogy amúgy Angliába volt ilyen ember, aki frankon járta a fűrésszel. Neki érzem már el, amikor így bazzegi, jön a Bobi érten, és akkor így te, mondjuk rajta kap, hogy hajtasz el, és így Balázs, állj csak meg. Levágtad a kerékbilincset? Én nem. Akkor ki volt? Batman. Egyébként van valami neve, az a baj, arra már nem emlékszem. Faszom! És hogy ő ezt ilyen tüntetésként folytatta ezt a tevékenységet. Értem. Az angliai, nem tudom milyen autós dolgok ellen. Értem. Tehát megbüntetik a tilos helye, a tilosban parkolsz is. Ezért igazságot kell osztani. Igen. Várjál, megnézem hát, hogyha megtalálom így gyorsan ezt a cikket. Angle grinder? Az, igen. Angle grinder. Az angle grinder az a sarokcsiszoló gyakorlatilag. Igen. Sarokcsiszoló. Hogy hívják ezt? Tudjátok, a kis a csiszoló. Flex. Flex, nem flex. Kis flex. Az angle grinder az a sarokcsiszoló. Sarokcsiszoló, igen. Flex, kis flex, gondolom. De tényleg mi annak a neve? A frankó neve, mert tudom, hogy hívjuk sokféleképpen. A londoni körfűrészes. Az angle grinder, az konkrétan a kis flex. Betonvágó. Mi sarokcsiszolónak hívjuk, mert ugye a flex az a nagy, de ez itt van, mindenhol máshogy hívják. Sikító? Itthon flex, amúgy tényleg sarokcsiszoló. Á, oké, oké. Oké, mert mondom, mi sarokcsiszolónak hívjuk, de nem tudom, hogy valójában úgy hívják-e, mi azért hívjuk sarokcsiszolónak az angle grindert, mert a flex az a nagy. Igen, a sarokcsiszoló a hivatalos, oké, de az angle grinder az az amúgy. Igen. Mert ugye, hogy hivatalosan azért sarokcsiszoló az én olvasatomban, a korongos tudsz pontosan, mert ugye a flexnek az élével vágsz. Az angle grinderrel meg ugye... Igen, ott alapjában. De abban is lehet vágókorongot venni, szóval ábázd meg. Angle grinderben. Igen, de az egy flex. Ez egy betonvágó. Igen, de az nekünk az flex. Aha. És a sarokcsiszoló, a sarokcsiszoló. Igen. Mondjuk az az igazság, hogy szerintem ebből, tehát ebből nincsen aksis. A sarokcsiszolóban van. Ebből benzines van, Pisti. A flex, azt tudjuk, hogy márka, srácok. Tudjuk, hogy márka a flex. Tudjuk, csak mondom, hogy ki hogy hívja. Beszéltünk már, volt egy happy hour, arról beszéltünk, hogy mi a márkanév, és mi az igazi termék. Beszélgettünk itt a jacuzziról, a frigiderről, és egyéb dolgokról, hogy ezek hogy működnek, mint a stílfűrész, igen. Van pontosan. Már aksis a nagyból is? Igen, baby. Milyen durva, nem? Mikor tudod, így egy ilyen kibaszott nagy betonvágóval jössz, érted, és akkor azt mondod, hogy bazd meg, van aksis már belőle, durva mi, és így aha, fasza. 50 éve van belőle benzines. Igen.
Kurva ügyes vagy. De nem kell szennyeznem a környezetet. Hogy tudom, hogy mi az a sugló? Suglót? Suglót. Nem. Nem tudom, mi ez a suglót. Így első hallás a sütemény. Mint a kuglóf? Hát mit tudom én. Mint a zsilletpenge, igen. Mondom, sok ilyen volt. Mm. Fiókos komót per szekrény. Ah, oké. Okay. Azt hittem, hogy valami viccesebb dolog. Oké. Okay. Ami sublót, nem suglót? Aha. Ahány hely, annyi tájszólás. Igen, de még csak nem is zöngés-zöngétlen pár, szóval nem tudom, hogy ez hogy ment el így, de ez van. Nem tudom. A sifonért azt én is tudom, hogy mi. Meg a kredencet, meg a futont, meg ilyen fassákat tudom. Lényeg, hogy pistázd meg. Jaj, tényleg, bazd meg, volt most egy ilyen erős pistás promó. Azt nem láttad? Nem. Szerintem TikTokon futott, vagy egyéb olyan platformokon, amiket nem szoktál nézni, csináltak egy ilyen promót az erős Pistával, hogy, aminek az volt a neve, hogy pistázd meg, és az volt a lényeg, hogy indokolatlan dolgokra tettek erős Pistát. Ennyit tudok róla. TV-be is megy? Ne bazzál! Komolyan? Arra se tudok. Na mindegy, szóval hogy volt egy ilyen cucc, ilyen édességekre is, meg mindenre rakták rá. Érdekes egy promó? Nem tudom. Én mondom, egyszer vagy kétszer láttam. Magát az erős Pistát én szerettem, nem a nagy kedvencem, de szeretem. A szaloncukrot ezt próbáltad belőle? De és csak poénból. A mérgest is? A haragost. Azt. Haragost. Aha, az csíp. Az már, igen, annak már csíp. Az már úgy jobban csíp. Nem tudom, nekem az erős Pist, én szeretem a csípőset, de erről beszéltünk már sokszor, srácok, hogy én eléggé csípős kedvelő ember vagyok, így. Nem azt mondom, hogy extrém szintekig, azokat csak néha-néha megpróbálom, de ugye érdekel, és ugye meg szeretem ezt a dolgot kurva régóta már. És az erős Pista az nekem mindig az volt, hogy az a húslevesben nekem mindig jó volt. Jó, oké, hogy narancssárgára színezem vele, de akkor is. Hát amíg nem paradicsomleves kinézett, addig nincs benne elég. Igen. Nekem az erős Pistával egyetlen egy gondom van. Nem az, hogy mennyire csíp, mert az mindenkinek ízléskérdés, hogy most kinek elég csíp és kinek nem. Nekem nyilván annyira nem erős az erős Pista, mert nem is erős amúgy annyira. Nem, nem. Nekem az volt mindig a bajom az erős Pistával, sós. Ezért például levesbe szeretem, aha, de más dolga iszonyatosan sós. Ami természetes egyébként egy ilyen paprika krémnél, igen, de az én ízlésemnek túl sós, én azt annyira nem szeretem. Ennyi, de hát valakinek meg mit tudom én, a másik paprika túl ecetes ízű, vagy túl mit tudom én milyen, nekem nagyon-nagyon sós, de mondom, levesbe ezért tökre belefér. Igen. De bármilyenbe, gulyáslevesbe is szívesen teszem, stb. Csak hát sok kell. Tehát mit tudom én például egy ilyen jó nagy tág gulyáslevesbe beleteszem az evőkanálnak a felét. Így erős Pistából, az olyan csípősökből, amiket én eszek, meg tudod, három csepp. És az úgy bőven elég. Igen. De szerintem jó cucc egyébként. Mert van, akinek meg totál belefér. De ez is olyan példa, hogy ha én azt mondom az erős Pistára, hogy az gecire nem csíp, de kurvár nem, és van, ami mocskos módon csíp, úgyhogy te még olyat nem éreztél az életedbe, az is király. De van olyan ember, és ezért nehéz erről beszélni, van olyan ember, akinek például a csípős piros arany csíp. Igen. Mi van? Mi van? Amit a gyerekeknek a szendvicsére raksz. Igen, tehát így nem. Na, az nem jó. Nem az. Szemcseppnek hív. Na, ez is például olyan fumirassz, hogy ott van például a tabaszkó, aminek ugye rettenetesen ecetes az íze, aha, és van, aki ezért utálja. Van egyébként olyan tabaszkó, ami nem ecetes, csak mondom, hogyha nagyon szeretitek, csak az nem mindenhol kapható. De van, aki meg szereti ezt a tabaszkóba. Én például szeretem a tabaszkót. Tehát ez az ecetes dolog, ez például ilyen húsos dolgokhoz tök jól tud működni. Például, vagy szószba. De attól függ. Azért mondom, hogy nagyon különböznek egymástól ezek a dolgok. De a tabaszkó sem csíp annyira egyébként. Hozzá lehet a csípőséghez szokni, ez igaz, kapsz egy listát, vagyis igazából a Scoville-fok listát meg lehet nézni, hogy mi mennyire csíp. Nyilván én extrémekben nem mennék, mert van, akire nagyon-nagyon súlyos hatással tud lenni a nagyon csípős. Láttam én is már, ahogy szokták mondani, karomvarjút, durva. De nem tudom, ki hogy szereti ezeket a dolgokat. Egy biztos, csípőset az bármikor lehet enni, és a legtöbb ételem úgy lehet csípős is. Így van. Mondom, én nem tudom, mondjuk én azt mondom, hogy nekem az ilyen sweet spot azoknak, akik tudják, hogy,
hogy mik a csípősök, de szerintem mondjuk a Red Savina Habanero-ból mondjuk egy ilyen második, harmadik generációs, ami ilyen, már ilyen 5-600 ezer Scoville fok, az már nagyon durva, és az nekem már bőven jobb bármihez. Uh-huh. Nem kellenek a millió Scoville fokos dolgok, én azt például nagyon szeretem az íze miatt is, stb. Erről is hallottam, cita, igen, hogy van ez a sriracha szósz, uh-huh. Azt ismered? Nem. Ez a, már mindjárt mutatom ezt a sriracha szósz. Arról még nem hallottam. De hogy is nem, csak nem tudom. Nem tudom, hogy az az. Ez a cucc. Nem láttad még ezt a szart? Ja, de. Ugye, hogy láttad. Mindjárt megmutatom a többieknek is, csak hogy nem mondják, hogy titkolózok. Itt a dologgal kapcsolatban, amelyiken a kakas van, srácok. És piros. Az, itt van, ez a kakasos sriracha szósz. Ezt sokan szokták vásárolni, nagy kiszerelésben is kapható. Ezt használják sok ilyen keleti helyen. Mm. Egyébként én is szoktam tortillába rakni, ilyesmi. Egyébként low calorie. Úgyhogy nyugodtan lehet töfködni. Bátran, hogyha valami íz kell a csirkemellhez, vagy egyéb dologhoz. Különösen sok ilyen fogyós videóban látom azt, hogy egy csomó ilyen ízetlen ételt próbálnak színesíteni vele. Úgyhogy igen, nem rossz, én nagyon-nagyon nem szeretem, szerintem csípni se csíp olyan túlzottan, de ez például a király. Aki ilyen erős pistához szokott egyébként, és nem ismeri mondjuk az ilyen extrémebb vagy egzotikusabb paprikákat, a haragos pista, ha azt megkóstoljátok, az azért már úgy erősebb. Tehát az sokkal, már úgy csíp. Sokkal, igen. Én úgy gondolom, hogy az már úgy csíp. De amúgy millió ilyen magyar kismanufaktúrális kézműves kurva élet van már azóta. Én megmondom őszintén, hogy akkor szálltam ki ebből a dologból, amikor ezek elkezdődtek, hogy már tényleg a kiskutya fasza is erős paprikát csinált, és akkor megpróbálták eladni, nem tudom mennyiért, hogy ez milyen durva. Ez sose volt ilyen. Akik szerették a csípőset, azelőtt is tudtak venni. Egyébként az volt a durva, hogy elkezdték árulni, tudod így, ezeket a kézműves paprikakrémeket, amik gyakorlatilag erős pisták voltak, kevesebb sóval. Nagyon csípős paprikából mixeket, saját ízeket nyugodtan csinálják, nincs ezzel semmi gond. Csak ugye volt egy iszonyat felára, azért, mert ugye kézműves, kisipari és a többi. Örülök neki, hogy valaki ezt veszi, meg nyomja, éljetek meg belőle, nem erről beszélek. Csak úgy beszéltek a dologról, mintha ez ilyen kurva nagy újdonság lenne, mikor elmentél a metróba ezelőtt 15 évvel is volt, bazd meg, a Red Savinától a mindenig, mert az étterem ellátókban voltak. Igen, valószínűleg ez a barbecue burger hype, meg eleve a gastro hype is elhozta ugye abba is az ilyen különlegesebb dolgokat. De amúgy abba viszont egyetértek, hogy alapvetően a simán baszócsípős paprikánál a legtöbb embernek sokkal lehetőbb, meg abszolválhatóbb dolog egy paprika krém, amiben azért van más igen, is, meg igen, van. Igen. Ugye azt nem tudom, hogy tudjátok-e vagy sem, de bármilyen csípős paprika van íze is. Ettől függetlenül, amit érzel, és az fontos, hogy mi a mellékíze. Igen, van nagyon sok, van magyar is egyébként nagyon-nagyon sok. Itt Debrecenben is van több, ami pörög. Vannak, akik győztesek, ilyen, több ilyen, vannak ilyen csípős paprika fesztiválok, meg mit tudom én mi. Ez külön világ. Ez egy kicsit olyan világ, mint a pálinka főzés, hogy aki nagyon pálinkás, az azt mondja, hogy a boltban nem lehet kapni rendes pálinkát, csak az ilyen kis kézműves házi főzésekből. És igen. Ez is ilyen szubkultúra, hát a csípős, hogy... Olyan, mint a kézműves sörösök, tudod, hogy, vagy... Mert hogy ugye az erős pista az, hát az semmi. Igen. A haragos pista, hát semmi. Tehát ezek olyan dolgok, amik mennek, és... Van egy szubkultúra hozzá, és ők élvezik és csinálják. Olyan ez, mint a vallás, Balázs. Csináljad, engem hagyjál békén vele. Igen. Nekem ne dumáljál, hogy mi van, meg ilyen fasságok. Csináljad magadnak. Nekem ne mondjad, hogy a kézműves burger a legfinomabb dolog a világon, és hogy egy bóti burger sose lehet olyan finom, mert hülyeséget beszélsz. Az, hogy neked az ízlik a legjobban, az tökéletesen az más rész, igen. És nyomjál is. Én a kézműves sörökkel is így vagyok, hogy tudom őket értékelni, szerintem nagyon finomak, én nem nagyon iszom őket. A legtöbb esetben sajnos az alkohol százalékuk miatt, de persze nem mindegyik olyan. Szóval ez is mind olyan, hogy
kinek hogy. Van, aminél például én azt mondom, hogy nekem, tehát nekem kevés dolog üti át ezt a dolgot, hogy szükségem van a kézművesre belőle, érted? Uh-huh. Se a sör, se a burger, se a csípőszósz, ezeket szeretem, uh-huh. de én inkább a sima paraszt dolgokhoz vagyok szokva. Például ott van a barbecue, mint olyan műfaj. Igen. Na például az nekem egy olyan kategória, de ez a barátaim miatt van, akik ilyen eléggé barbecue-sok meg kurvára tudják csinálni, hogy arra azt mondom, hogy a büdös életben nem lesz sehol olyan a barbecue, mint amit otthon megcsinálnak ők. És ez igaz is, csak ugye ebbe beleszámolod a több orányi szopást, meg minden szart. Így van. De mondom, hogy mindenkinek ami. Ízlés kérdése, ti érzitek. Igen. Szóval minden annyiért és úgy eladó, ahogyan hajlandóak az emberek megvenni, és amennyiben van rá igény, van rá igény. Például a pálinka az egy olyan dolog, hogy én nem iszom pálinkát, csak amikor muszáj, uh-huh. de az biztos, hogy a bolti pálinkák, vagy mi, azok azért, tehát az, szerintem az egy másik kategória. Én is azt mondom, hogy ez egy másik kategória. Igen. Igen. Aki szereti a csípőset, erőset, az mindenbe rak. A legtöbb dologban igen. Igen. Nem kell azon meglepődni, mondjuk a supek írja, hogy a paradicsom levesbe is. Miért ne? Miért ne? Én a paradicsom lébe is teszek, amit iszok. Tabaszkót konkrétan, mert abban az a kurva jó. Egyik sítáborunkba hozott el az egyik srác. Azt hiszem, Csernobyl szózt. Nem tudom már, mi volt a neve. Annyi név van, meg szerintem névegyezések is van. És tudod, ez nagyon jó, nagyon csíp. Tényleg baromira csípett, de ott az egész héten azon is éltünk, hogy mit tegyünk még azzal? Mi rakjuk rá mindenre. Hadd dögöljünk meg mindentől. Igen. Na jó, most rászok. Délután új game, egy friss megjelenés, ami ma jelenik. Konkrétan meg, nem pedig Early Access-ünk van hozzá, a Solstice nevezetű újabb Souls-like játék lesz. Mondtuk tegnap, hogy ilyen napok vannak. Uh-huh. Úgyhogy ma egy új game-mel fogunk játszani délután. Várok mindenkit feltettel. Na kíváncsian várom. Most abban a szempontból is érdekes, hogy most ugye sok ilyen Souls game van, és így nagyon faszán össze lehet őket hasonlítani, és jól látszanak a különbségek. Uh-huh. Nem ilyen nagy táblatokban, és akkor mindegyik jó, mert legalább végre valami, hanem így legalább látjuk, hogy mi az, ami megint egy ilyen tucat genyó, vagy tényleg jó-e. Mert most már a Souls-like is ilyen. Úgyhogy ez lesz délután, este pedig Jani Souls játszik. Ő nem Souls-like játékkal játszik, hanem konkrétan Souls-al folytatja a Dark Souls 2 rant. Nagyjából ennyi. A hét további része az, ahogy szokott lenni, a mai napon múlik. Közbe burkolózik még egy. Igen, de majdnem biztos, hogy csütörtökön kódbétázni fogunk Janival, amint aktiválódik a PC-s béta, elvileg este hét. A legtöbb infó szerint. Legyetek jók, szép napot! Szervusztok, sziasztok!